Janovics Jenő emlékkonferencia zajlik Kolozsváron a BBTE Magyar Film és Média Intézet és a Filmtet Egyesület szervezésében. A konferencia előadói Janovics munkásságára, életére helyezték a fókuszt. Janovics Jenő születésének 150. évfordulója kapcsán emlékkonferenciát szervezett Kolozsváron a BBTE Magyar Film és Média Intézet, illetve a Filmtet Egyesület. Janovics számtalan perspektívából kiemelkedő, munkássága, közéleti tevékenységei relevánsak mind a város, mind az ország aspektusából. Egy rendkívüli évfordulóról van szó, idén nem csak az egyetemünkön a Kolozsvári Magyar Felső Oktatás 150. évfordulóját ünnepeljük, hanem egy nagyon fontos kolozsvári filmesnek, tulajdonképpen a Kolozsvári Néma Filmgyártás elindítójának, Janovics Jenőnek a 150. születésnapját is. És ha még ez se lenne elég, akkor Janovics Jenő a korábban említett egyetemnek a hallgatója is volt, tehát így érnek össze a szálak. A konferencián 15 neves szakember adott elő, többek között Rádúj György, a Magyar Nemzeti Filmarchívum igazgatója, és Tompa Andrea, író, egyetemi docens. Látni azt, hogy mi az, ami foglalkoztatja ma a kutatókat, mi az, ami élő kérdés ebből a hagyatékból, mi az, ami megvan egyáltalán a hagyatékból, hiszen egy színház és filmes emberről beszélünk, akinek nagyon komoly közéleti szerepei is vannak, és valahogy ezeket az ismereteinket elmélyíti arról, hogy hogyan lehetett itt az elmúlt hát nagyon sok évtizedben, ugye a háborút megelőzően egy ilyen nagy életművet létrehozni. A rendezvény több aspektusból közelítette meg a filmes és színházi szakember életét, fényderült közéleti szerepeire, szakmaiságára, de lehetséges naplójának története is terítékre került.